A Nyíregyházi szabadtéri színpad rekonstrukciója és az úgynevezett kiserdők területének funkcionális bővítése összesen több, mint 1,2 milliárd forintos beruházás. Ez azért vált szükségessé, mert a színpad műszakilag leromlott állapotban volt, és nem felelt meg sem a kor, sem a hely igényeinek. Ez a projekt ez két részből áll, önmagában véve a szabadtéri színpad teljes rekonstrukciójából, egy nagyon szép környezetben elhelyezve, illetve az úgynevezett kiserdőknek, amely a Géza, Mák utca és Hunyadi utcának a találkozásánál van. Ennek a megújítása, új fákkal való betelepítése és olyan közösségi térnek, játszótérnek, kis kalandparknak a kialakításával, ahol a kisebbek és a nagyobb bacskák is megtalálják a számításukat. Másfelől pedig ugye kicsit növelve Nyíregyházának a zöld felületét a új fák telepítésével megpróbáljuk elősegíteni az egészségesebb környezetnek a kialakítását. A Nyíregyházi az ország második legnagyobb szabadtéri színpada, első helyen a budapesti Margit-szigeti szabadtéri színpad áll. Ezért is volt fontos a korszerűsítés, amely számos újítással várja majd a közönséget. A legnagyobb különbség az mindenképpen a nézőtérben, illetve a színpad méretében és felszereltségében várható, de a kiszolgáló helységek is teljesen megújulnak. Gondolok itt többek között az öltözőkre, pihenőhelységekre, díszlettároló raktárakra, és nem utolsó sorban a vizes blokkokra, amik a női része megháromszorozódnak, tehát azok a sorbanállások, illetve problémák elvileg ezzel meg fognak oldódni, amik a múltban voltak. De a nézőtérnél is azért viszonylag jelentős, 846-ról 987-re fog emelkedni a férőhelyek száma, és olyan csúcstechnikával lesz ellátva hangban, fényben és színpadtechnikában a szabadtéri színpad, ami a korábbi évekhez képest nagyon komoly változást fog jelenteni. A megújult szabadtéri színpad nyitó előadása augusztus 18-án a Szent Evaik rendezte Meseautó című zenés vígjáték lesz. A rendező már nem először dolgozik a Nyíregyházi Színház társulatával. A tavalyi évadban a Hello Dollyt, az idejében pedig a Sherlock Holmes rendezte. Szent Evaik harmadik helyi darabjában helyet kapnak a mára már mítosszá vált karakterek, szófordulatok és dalok. A darab vendégszereplője lesz például a Holnap Tali című tévésorozatból jól ismert Kovács Vera, de Szűcs János bankigazgató szerepében a társulat oszlopos tagja Gulácsi Tamás tűnik majd fel. Az ő kapcsolata a rendezővel évekkel korábbra nyúlik vissza. Mind a ketten Békés Csabaiak vagyunk, és Békés Csabán működik egy amatőr színjátszó csoport, amit a Csabai Színi Stúdiónak hívnak, és a Vajknak az apukája alapította, úgymond, és ott mind a ketten tagok voltunk, vagy mind a ketten jártunk oda. És nagyon sokat jártunk fellépni, előadásokat is csináltunk. Mi leginkább ilyen zenés fellépéseken, a musicaleket, ilyen nosztalgia slágereket énekeltünk, ott léptünk fel együtt. De hát akkor még ugye ez a 4 év, vagy nem is tudom, 3-4 év korkülönbség azért az ebben az időszakban még úgymond jelentősebb, hogy úgy mondjam. Tehát mi mindig a nagyok, ők voltak a nagyok, még Sánta Laci valaki szintén Madách Színházban is szerepelt, meg Operett Színházban. Úgyhogy hát érdekes találkozás lesz mindenképpen. A Meseautó olvasó próbái jövő hét szerdán kezdődnek. A nyitó előadásra május 2-ától lehet megvásárolni a jegyeket a Móricz Zsigmond Színház jegyirodájában.